laktalan és jéghideg. Adj még egy kortyot a borból, nem kell rohanni, nem éri meg. Ha feladom mégis ne fogadd el, ha zuhanok újra, gyere kapjál. A kezemmel húzom, ne erezd el, a tereket tölts ki szerelembe. Ordas hazugság, na jól van, súgd a fülembe, és elhiszem. A bölcs ellenállás elalszik, most kérhetsz bármit, megteszem. Muri Enikő mennyasszony lett, amikor belépett az Operett Színház kapuján, talán még nem is sejtette, hogy nem csak szakmai élete fog végérvényesen megváltozni, hiszen itt találkozott szerelmével, aki szombat este az első évfordulójukon letérdelt el és megkérte az énekesnő kezét, aki természetesen igent mondott. Jó reggelt! Van még valami, hozzá tudsz még ehhez valamit tenni, Enikő? Nem, köszönöm szépen! Mi mindent elmondtunk végül is. Számítottál rá egyébként? Nem számítottam rá, bíztam abban, hogy nagyon jó, romantikus lesz, és nagyon szép lesz az este, és hogy tök jó lesz minden, de hát erre nem számítottam. Tegnap itt ült egy nagyon helyes pár, és nekik nem passzolt a gyűrű. Neked passzolt? Nekem passzolt. Egy kicsit nehezen ment Muti fel az ujjamra. Mert tartsd úgy, ragd alá térdedre. Úgy, így a térdem. És úgy? Tartsd egy, meg. Egy picit nehezen. Talán találunk itt egy olyan kameramant, a stílust eltalálta? Abszolút, abszolút eltalálta. Lopott gyűrűt hozzá? Lopott? Igen, mert hogy tudod, hogy eltalálják pont a méretet, szokták csinálni a ja, fiúk, hogy belenyúlnak az ékszeres dobozba, és aztán szereznek. Hát szegény, arra gondolt már, hogy úgy lopták neki ezt a karikagyűrűt. Nem annyira reggel van még. Nem, van. Az ékszeres dobozra gondoltam. Úgymond ellopott egy gyűrűt, gyurmával szépen körbe ragasztotta, lerajzolta minden, hogy biztosan jó legyen a méret. Úgyhogy, és hát abszolút eltalálta, bár így lehet, hogy kamerán keresztül nem látszik, de ha így átnézek rajta, akkor kettő darab szívecske még van a kő mellett. Na, hogy mindenre gondolt. Hihetetlen. Hihetetlen. Na és igazából ez mennyi ideig tartott ez a lánykérés? Tehát mennyire volt ez így elhúzva, vagy ilyen nagyon-nagyon rövid volt, lényegre törő? Hát lényegre törő volt, viszont annyi hozzátartozik a sztorihoz, hogy 2 hónapja már megvette a gyűrűt. Tehát ő már erre tudatosan készült. Ja, azt hittem, már láttad a blokkot, valahol észrevettem. Nem. Ezt ő utólag mesélt el. Nem, azért ennyire nem rombolja le a lápászámlát, tudod. Ó, Istenem. Na, és a sztorihoz még hozzátartozik, hogy nem tudom, ha valaki látta a Jó barátokban azt a jelenetet, amikor Chandler megkéri Mónika kezét. A lényeg az, hogy tele volt az egész lakás gyertyákkal, és hát ennyi. Tele volt gyertyákkal, és rám nézett, és akkor én már éreztem. A könnyeid? Együtt sírtunk. Olyan? Igen. Kicsit sem hezitáltál? Nem, hogy most biztos, egy pillanatig sem. Jókor mondom neki? Nem, ránéztem, és tudtam, hogy ez már az. És nem fordult meg, még csak véletlenül sem a fejemben. Hogy család mit szólt hozzá? Hát ők is tudtak róla, ugyanis Karesz lement a szüleimhez elkérni a kezemet Nyíregyházára. Micsoda, rendes, tisztességes férfiakkal állunk itt szemben, nem? Én mindig mondom, hogy a férfiak rendesek. Rendesek, igen. És hát gyakorlatilag húsvét vasárnap ment le a szüleimhez, anyukámnak elmondott egy locsolóverset, amiben egyébként belefűzte, hogy hát ő azért van most itt, mert elkérni a kezemet. És apukám úgy tett állítólag, hogy na hát akkor üljünk le, és akkor ezt beszéljük meg, hogy akkor most hogyan tovább, úgyhogy... Nem akartad megőrizni magadnak? Mert szinte azonnal posztoltad a képet, hogy igen, mennyasszony lettem. Nem akartad egy picit magadénak tartani ezt? Nem igazán, mert én, hogy mondjam, tehát magánéletről általában nem szoktam beszélni, de azt gondolom, hogy ha a 4 fal között, ami történik, az köztünk marad, az egy dolog. De ez egy olyan esemény, ami előbb-utóbb úgy is kiderült volna, és maximum tolni tudtam volna azokat a dolgokat. Persze, meg hát vannak olyan pillanatok, amiket az ember úgy szeretne megosztani a külvilággal, tehát amikor annyira örül valaminek. Meg azért erre büszke az ember, nem csak
magára, tehát magamra vagyok büszke, vagy a páromra, hanem erre igen, az egészre. Az kiderült például olyan, hogy a te számodra, hogy a párod, a vőlegényed mit szeret benned? Vagy mit szeret rajtad? Ezt nagyon sokszor megkérdezem tőle, de valahogy mindig odajukadunk ki, hogy magamért szeret. Amilyen vagyok, az összes hibámmal együtt, az összes... Sok hibám? Milyen hibáid vannak? Ó, hát mint általában minden nőnek, én is szoktam hisztis lenni, de nem visszük túlzásba, tehát egy év alatt egy kezemben meg de tudom nincs számolni, olyan, amin egyébként változtatnál? Tehát, hogyha szembesülsz vele, hogy igen, ez is ez a problémám, akkor törekszem arra, hogy a jövőben nem teszem meg. Persze, ezeket meg szoktuk beszélni. Tehát nálunk nincs ez a öljük egymást és ordibálunk a szomszédok füle haratára, hanem mi... Leülünk és megbeszéljük ezeket. Biztos voltál benne az első perctől kezdve, hogy ő az? Persze. Akit neked rendelt az ég? Abszolút, abszolút, abszolút. Bár ez azért, tehát ez a kapcsolat ez nem így indult, tehát nagyon, tehát úgy nem indult, hogy nem gondoltuk volna egy év, hogy egy év múlva ez lesz belőle. Abszolút ő az igazi, az első és a minden. És akkor hogyan tovább? Mert ilyenkor jönnek ugye a kérdések, mert egyszer ez elindul, ez a folyamat, ugye megtörténik mondjuk az eljegyzés, hogy na akkor mikor lesz az esküvő, mikor hívsz meg minket például, hogy ott legyünk az esküvődön. Robi, te az összes lagbi részt vennél, ahova meghívatod magad, hát és neked egy perc szabad meg. Időd nem lenne. Rákérdeztem, direkt igen? Úgy, hogy tudom, hogy ez egy kényes kérdés, nem akarok még előre rohanni, meg ilyesmi, de egyből rávágta, hogy jövő nyár. Tehát akkor egy éven belül, tehát ezt a nem tudom, átlagnak tekintető. Hát szerintem nem tudom, átlagnak tekinthető-e. Minden esetre nagy lagzi vagy kicsi lesz, csak ennyit mondj még. Nagy, biztos, hogy nagy lesz. Hát akkor abba beleférünk mi is. Na, tessék, csak elintézte Mára is a Robi, hogy meghívják. Nagyon sok boldogságot, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen mi is.